Görcs, görcs ellen. Jól van, osztály. Akkor most beszéljünk arról, hogy ki mit csinál a hétvégeken. Meséljetek. Mari? Két napig a családi ölelkezés terápiát élvezhettem. Nagyon jó. Vény? Ha? Ja, igen. A nagyanyám látogatott meg. Fáj. Markus? Hát, én voltam az Aqua World-ben. A veszélyes fegyverek múzeumában. Ez igen. És szombat reggel hőlégballonoztam. Délután pedig... Hé, hey, Dorkus! Hogy hogy a te hétvégéd ilyen jók? A szüleim elváltak, Vén. Külön élnek. Ezért mindenhova visznek, hogy túltegyenek egymáson, vagy ilyesmi. Há, szakítottak! Szia, drágám! Jó napod volt? Anya, nézd, mit találtam! Apa hagyta a fürdőszobában és gyűrűt formált! Váljál tőle, anya! Egy koszos csésze, meg egy kis lerakódás miatt. Ne butáskodj már, kisfiam! Hey, jaj! Köszöntöm Önöket a 27. Rodeo Rita maratoni pénzdíjas fehénpásztorlány versenyen! Szükség van a pénzükre! Hello, 5 dollárt akarok felajánlani! Tudják Önök, hogy sok csikónak még patkója és boltja sincsen. Oké, 10 dollár, de ez vérszívás. Anya! Anya! Gyere nézd, apa mit csinált! Isten! Várjál tőle, anya! Add ki az útját! Az eddig befolyt pénzből 13 szerencsés lány ilyen fényes övcsatot fog kapni. Mit jelentsen ez? Ha? Jaj! Sajnálom, drágám, én nem gondoltam, én... Azért történt, mert az eszed egyfolytában csak rajta jár! Anya, nem lenne jó alkalom, hogy kipróbáljuk azt a mélytisztító vegyszert, amit apa hozott nekünk? Tegyen bőven a foltra. Őrült erősen dörzsölje. A hülye új vegyszered lyukat égetett a szőnyegembe! Ez megint egy újabb ócska veszélyes anyag! Várj egy kicsit! Ezt a veszélyes anyagok bizottsága engedélyezte! Biztos túl erősen dörzsölted! Azt akarod mondani, hogy én nem tudok takarítani? Nem, csak azt mondom, hogy néha túl erős nyomást gyakorolsz! Hello! Görcs úr vagyok. A teljes Rodeo Rita gyűjteményemet fel akarom ajánlani. Mindent? Még az autogramos nyerget is? Mindent odaadtál? Azt hittem, hogy te ajánlottad fel. Jótékonyság volt, apa, hogy segíts a tehedész lányoknak, tudod? Mindent odaadta! Nagyon szeretlek, édesem! Olyan nagy szíved van! Hé, apa! Licitálhatsz, hogy visszakapd a holmidat! Jaj, de jó ötlet, Lucian! Licitálhatnánk a vakáció pénzből! Szó sem lehet róla, hogy a nyaralási pénzt arra az ócskaságra költsd! Először a felpiszkálás, aztán a megsemmisítés. Vény, egymás ellen fordítod őket valamilyen célból? Megéri, beszari! Nem tudod, hogy a csonka családok gyerekeit elkényeztetik? Valami
vegyszerszagot érzek. Hiszti kisasszony, krém, tisztítószer? Az üzenete fontosnak tűnt? Valóban. A szavai teljesen felizgattak. Milyen szavak? A veszélyes anyagok felhasználása. Ó, kaphatok egy pohár vizet? Persze! A levegő igen forró itt bent. Görcs úr, a vize! Úgy tűnik, rossz információt kaptam, Doti. Itt egy cseppkos sincs. Ez nagy elismerés, ha ön mondja, uram. Mondja, milyen egyedi készítésű tisztítószereket szeretne? Vannak egészen különlegesek, veszélyesek is. X-ügynek! Ez túltesz a legmerészebb álmaimon is! Hogy teheted? Valaki másnak a tisztítószereit próbálod ki a hátam mögött? Hé, Doti! Nézze a gallériát! Épp van nálam rúzsfolt eltávolítószer! Tessék! Esetleg Hiszti néni. Vádolsz azzal, hogy mást is kipróbálok? Közben te cipicupit játszol ezzel a Hiszti-Hisztivel! Mi? Én? Ne, én soha! Hát hogy merészelsz? Ez volt az utolsó csepp! Elmegyek! Istenem, Istenem! Könnyű élet, jövök már! Hé! Gadoff, te beszari! Mit csinálsz? Markus, vén szétugrasztottál szüleinket, mert te azt mondtad, hogy a válás jó dolog. Mi? Én nem mondtam. És mi van a jó programokkal? Igen. A dolgok jól indulnak. Az úgynevezett mézes hetek. De nem tart sokáig. Igen hamar magányosnak érzik magukat, úgyhogy új bácsikák is nénikék jönnek, új gyerekek, pénz meg sehol. Látod, beszari, nyaralás idő! Menjünk a trópusokra, anya! Idén nem megyünk nyaralni, Wayne, hanem a nagymamához fogunk költözni. Mi? Na ne! És mi lesz a bizonyos mézes hetekkel? Patetikus vagy! Egy csavargó! Egy koszos csavargó! És büdös, mint mackasdzsa! Egy pillanat! Ez nem csavargó! Ő az apátok! Apa? Ó, véletlen rossz helyre jöttem. Bocsánat, a megszokás. Én már nem lakom itt. Várj! Apa! Ne menj el! Hogy hagyhattad el magad ilyen hamar? Hiszen még csak egy napja, hogy... Azt hiszem, hogy az én anyám nem törődik úgy velem, mint a ti anyátok. Ó, hát ez az! Tudod mit? Többet nem mehet sehová egyedül! Indulj felfelé, Görcs úr! Fürdés idő! Ez azt jelenti, hogy megint együtt élünk, mézes csupor. Míg a halál el nem választ. És tudod, itt talán mégis bele kéne nyúlnunk a nyaralás kasszába, mondjuk valami trópusi helyre. Látod, hülye gyerek, mondtam, hogy kihozzuk belőlük a nyaralást. Fogadjatok szót a nagymamának, amíg mi távol leszünk. Ez nem igazság! Mi lesz a mi mézes heteinkkel, anya? Második nászút! Szerinted van utazó biztosításuk? Mert ha baleset érné őket, csomó pénzt kaphatnánk. Adjatok egy puszit a nagyinak, fiúk!
A szinkront az SDI Média megbízásából a Masterfilm Digital készítette. We'll be right back.